uraim, ez volt a ma esti programban a kitekintés az MMA-ba. Na most térjünk vissza a K1 elődöntőkhöz. A negyedik elődöntő következik, és az ötödikben pedig lesz egy magyar harcos, Karacs Attila, aki valahol ott azon a folyosón melegít. Úgyhogy megkérnék mindenkit, hogy egy tapssal jelezzük neki, hogy itt vagyunk és várjuk őt. És azt várjuk, hogy bejusson az amszerű döntőbe. Köszönöm. Előtte következzen a negyedik elődöntő. I'm calling to the ring, to the blue corner, from Croatia. Damir! Coming to the ring, to the red corner, from the Netherlands Antilles, Errol Zimmerman. A kék sarokban Damir Tovarovic, 27 éves, 106 kg, 186 cm magas. Mérlege 52 mérkőzés, 44 győzelem, 30 kiütés. Klubja Pitbull, edzője Marco Zaya. A kék sarokban Damir Tovarovic.
A piros sarokban Errol Zimmerman 21 éves, 100 kg, 190 cm magas. Mérlege 67 mérkőzés, 60 győzelem, 30 kiütés. Háromszoros holland kickbox bajnok. Klubja Golden Glory, Team Deckers. Edzői Cor Hammers és az élő Thai box legenda Ramon Deckers. A piros sarokban Errol Zimmerman. Jön a negyedik selejtező mérkőzés immáron, természetesen K1 szabályrendszerben. A mérkőzés vezetője Galambos Péter. A horvát Damir Tovarovic és a holland Antillákról érkezett Errol Zimmerman között. Zimmerman látható a jobb oldalon, és Tovarovic pedig a bal oldalon. Méregetik egymást, már rögtön így a meccs elején. Folyik a lélektani csata. Ilyen hosszan talán még egyetlen harcos pár sem szemezett a másikkal. Tovarovic egyébként az este egyik beugrója, ő előzetesen nem lett volna szereplő. De végül a horvát fiú az, aki Zimmerman ellen kiáll és mérkőzik. Valamivel súlyosabb egyébként a horvát, de pár centivel alacsonyabb. Zimmerman pedig magasabb. És neki van azért veretesebb eredmény sora, ha bár még csak 21 esztendős, tehát nagyon fiatal, háromszoros holland kickbox bajnoknak vallhatja magát, és egy legendás csapatban edződik a Golden Glory-ba. Minden kerül ki ebből az istállóból, az a Sammy Shield, aki ugye most már zsinórban az elmúlt három világbajnokságot megnyerte a K1-esek mezőnyében. Tehát azért azt gondolom, hogy Zimmerman a mérkőzés esélyese inkább. Picikét mélyre sikerült ez a rugás. Minden esetre Tomarovic sarka az zajosabb. Ő egyébként a Pitbull teamben végzi a munkáját és a küzdősportot. Zimmermannak pedig egy legendás edzője van. Deckers személyében, Ramon Deckers személyében, rólaval elnevezve ugye a csapat. Megindította a horvát, igen messziről az ütését, és benn is volt. Aztán ebben nagyon csúnyán belelépett, ebbe a rugásba Zimmermantól. Vérszemet kapott most Tovarovic. És Zimmermannak fáj jobban. Tovarovic pedig most aztán megpróbálja kihasználni a lehetőséget. Két nagy ütést elindított, nagyon fájdalmas arccal Zimmerman. Benyelte bizony ezeket. Ő indított egyébként egy rugást, és ebből lett a baj. Na ez most érdekes csata, itt most két sebzett harcos van, mert azért ne felejtsük, hogy Tovarovic is kapott nagyokat. De Zimmerman szemlátomást változtatott a harci stílusán. Most már féltérden Zimmerman, nem biztos, hogy ezt végig fogja csinálni. Fél perc van hátra az első menetből. Egy nagy ütés segíthetne csak Zimmermannon, de Tovarovic most megpróbálja kihasználni a lehetőséget és befejezni a mérkőzést. Kettős fedezékben a holland Antillákról érkezett versenyző. Aztán egy nagy rugás. Zimmerman megpróbálja valahogy visszahozni még a dolgokat, de hát itt a szünetben nagyon nagy feladatok várnak majd a ringsegédekre. Össze kell drótozni valahogy Zimmermant. Vége az első menetben. Hát nagyon érdekes kis harc volt ez, mert jobban kezdett Zimmerman, sokkal taktikusabb is volt, és eredményesebb is. De aztán Tovarovic fogást talált rajta. Némi meglepetésre, ugye itt már hátra hűkölt Zimmerman, és nem tudom, hogy rosszul lépett esetleg, vagy az egyik rugásnál ő sérült meg. Inkább ez a valószínűbb. Ez egyébként már a menet vége, amikor féltérdre ereszkedett Zimmerman. Amúgy is rendesen be van
pástízva is ugye a jobb lába, és van egy bokavédő is rajta, tehát elképzelhető, hogy az a lába már eleve sérült Zimmermannak. Minden esetre úgy tűnik folytatja a küzdelmet. Tovarovic pedig nagy lehetőség előtt áll. Ő 27 esztendős, és mondom, semmilyen eredménye gyakorlatilag nincsen. Vagy különösebb eredménye nincsen Damir Tovarovicnak, a horvátnak. Na most lehet, ha itt aztán bejutna az amszterdami döntőbe, hát az elképesztő nagy meglepetés lenne. Egy fejrugás Zimmermanntól, és aztán az ütés is ott volt. Balla jobban lábra próbálkozik Zimmermann, ő az aktívabb. Tovarovic lehet, hogy megint várja azt a pillanatot, amikor meg tudja lepni majd az ellenfelét. Valamivel gyorsabbnak is tűnik egyébként Zimmermann. Szépen próbálkozott fejre, már védő volt végül a rugás. Megint elengedi a jobbosát Tovarovic. Nagyon úgy tűnik, hogy erre appellál, egy-egy nagy ütésre. Hiszen lábbal alig próbálkozik. Zimmermann annál inkább. Nagyon benn volt a térdes. Tovarovic meg ettől inkább csak előre kap. Hát érdekes figura, az biztos, hogy jól állja a rugásokat? Vagy nem is annyira? Az előbb még kért egy hatalmasat Zimmermanntól, most megkapta, számolni kell rá. Ráadásul ugye felszakadott a szemhéja is Tovarovicnak. Mégsem lesz azért ez ennyire jó. Mégsem lesz azért ez rendben. Zimmermann pedig felszívta magát a második menetre. Most Tovarovic van bajban, nem is kicsiben. Az ütésekkel még csak-csak megbirkózik, de a rugásokkal nem nagyon. Ez a kettő is kőkemény ütés volt, és jönnek a rugások is egyből. Két ütés, aztán egy rugás, és végül a rugástól már lement egyébként Tovarovic, de kapott még azért a fejére is egyet, biztos, ami biztos. Nagyon jó kombináció volt ez Zimmermanntól. Másodszor kell számolni Tovarovicra. Tudja egyelőre folytatni a küzdelmet, ugrórugás. És itt lesz vége, itt lesz vége. Galambos Péter a harcosok közé megy, harmadszor is számol Tovarovicra. Volt már olyan meccs, amikor ugye a harmadik számolás után gyanítom, hogy lelépteti Tovarovicot. Nagyon nincs rendben, vége is van a küzdelemnek. Nagyon nincs rendben Tovarovic. Szerintem semmi forcikája nem kívánta a folytatást, de ez is egy érdekes meccs volt. Mert Zimmermann, aki esélyesnek számított, bizony az első menetben összeszedett egy-két nagy ütést, és felmerült az is, hogy bajban lehet. Tovarovic nem tudta akkor kihasználni a lehetőséget, és tulajdonképpen ez így utólag azt mondhatta, hogy utólag mindenképpen azt lehet mondani, hogy végzetesnek bizonyult. És hát aztán most Tovarovicot is természetesen elküldik az orvoshoz. Hiszen ő is elég rendesen vérzik. Minden esetre jó meccset produkált. És hát majdnem két menetig ki is bírta. Na itt volt az a pillanat, amikor mutatta, hogy gyere, pajtás, aztán nem sokkal később már hirtelen nagyon rossz bőrben lett Tovarovic. Ugye ezeket a rugásokat is levédeni nem egy egyszerű feladat. Itt ez a rugás, ez már sok volt. Galambos Péter itt avatkozott közben, és ezután gyakorlatilag kiszámolta Tovarovicot. Tehát értelemszerűen elveszíti a küzdelmet. Errol Zimmermannal tehát szintén találkozunk majd a hollandiai döntőben, tehát ő is oda kerül az amszterdami fináléban, és csatlakozik az egyik mezőnyhöz. Remi Bonyaszki! Vagyis Zabit Szamelokhoz, Katalin Morosanuhoz és Freddy Kemajóhoz. Remi Bonyaszki adja át egyébként a díjat a győztesnek, és Kovács István a vesztesnek, vagyis Kokó. A mérkőzés győztese Errol Zimmermann! Már hasonlítanak egymásra, a frizurájuk mindenképpen. Gratulálunk a vesztes Damir Tovarovicnak is!